Szeretettel köszöntöm a testvéreket az esztendő első vasárnapján Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk elején a 181-es énekünk első, második és hetedik versét énekeljük. Isten tiszteletünk liturgiája az egyes számú énekverses rend. Majd az igehirdetés előtt a 348-as énekünk első versét énekeljük, az igehirdetési rész végén pedig az ötödik verset. Isten tiszteletünk végén a 287-es énekünk első és negyedik versét. Kezdjük el Isten tiszteletünket a 181-es ének első, második és hetedik versével. Thank you.
megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, az év első vasárnapjának ószövetségi igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetéből az első verstől. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkelt engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fiának nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősiromokat, helyreállítják a régi omladékukat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkékedhettek. A kétszeres szégyen és gyalázat után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Hallgassuk meg az ünneplevélbeli szent igéjét, úgy, amint megírva találjuk Péter apostol első levelében, a 4. fejezet 12. versétől. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újonva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel.
mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hűteremtőnek, és cselekedjék a jót. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 348-as énekünk első versét. Szerinti evangélium 18. fejezetében az első verstől. Abban az órában oda mentek hozzá tanítványai, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged! Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bár az elhangzott levélbeli ige azt sugálná, hogy itt valami erkölcsi mondani való rejlik a mai vasárnap mondani valójában, az evangéliumi szakasz ezt nagyon gyorsan helyre teszi, ezt a tévedést. És már itt az elején gondolkodásunkat ezzel a példázattal Jézus felé, az ő irányába tereli. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy példázat. Jézustól megszokhattuk, hogy sok-sok minden példázatokban mond el, mert sokkal egyszerűbb volt így beszélni, de ez nem példázat. Itt van egy kérdés, amit föltesznek a tanítványok, és Jézus konkrétan odahív egy kisgyermeket. A görög szöveg szerint ez a kisgyermek, ez egy ilyen 5-6 év körüli kisgyermek lehetett, tehát egészen picike. Őt állítja oda a nagy és magukat rettenetesen bölcsnek gondoló tanítványok elé, közé. Tudni kell, hogy abba a korba egy ilyen kicsi gyermeknek semmiféle joga nem volt. Még akkor sem, hogyha ő volt mondjuk egy családnak az egyetlen örököse, akár még akkor is, hogyha már a szülők elhaltak és nevelők gondoskodtak róla, akkor se volt joga. Akkor is csak, ameddig el nem érte a felnőtt kort, csak a kötelességei voltak meg. És mindig és mindenhol és mindenkinek engedelmeskednie kellett. Egy ilyen jogtalan, szótalan,
gyereket állít oda Jézus példaként a tanítványok elé. Vagyis amit akkor ott, és ma itt Jézus el akar nekünk mondani, az az, hogy alázatra inti az őt követőket. Teszi ezt éppen akkor, amikor így az év elején az ember még tele van ambíciókkal, tele van tervekkel, ebbe az évben ezt szeretném megcsinálni, ezt szeretném elérni, tavaly nem sikerült, majd az idei évben jobb lesz, tavaly másképp csináltam, az idei évben jobban fogom csinálni. Sok-sok minden dolog, ami még ott mozog bennünk így az év elején, hogy hogyan és mint akarok mást és jobbat és szebbet és ügyesebbet csinálni, és hogyan akarom én magam megmutatni, hogy hogyan kell ezt csinálni, és Jézus erre az iszonyú ambíció dömpingre egyszer csak odarakja ezt a kisgyermeket, és azt mondja, ilyenné kell lenned, ember. Ilyenné kell lennetek. Nem az én úgyis jobban tudom mentalitást kell díjazni. Azt, ami ott van már bennünk a bűnbeesés óta, amikor az első ember hallgatott a kígyó szavára, és azt mondta, hogy ezt én akkor is jobban tudom, mint az Isten. Hát nem igaz, hogy ezt fogja csinálni. Hát nem igaz, hogy büntetést fogadni. Hát nem igaz, hogy akkor az fog történni. Következményeket tudjuk, ismerjük jól. És ma elénk is Isten igéje egy kicsin gyermeket állít. És ez bizony így az év elején már rögtön önvizsgálatra kell, hogy indítson. Fel kell mérnem, rá kell jönnöm, rá kell jönnünk, hogy hogyan tudom a dolgaimat úgy intézni, hogy haladjanak előre, tévedés ne essék, Jézus nem a haladás és nem a pozitív hozzáállás ellen van, hanem az, hogy mindez az Isten dicsőségére történje. Hogy ne saját magamat helyezzem a középpontba, hanem azt tegyem életem középpontjába, akinek ott a helye. Istent magát, az én megváltómat magát, hogy tudjam úgy intézni a dolgaimat, hogy ezt látva a többiek azt mondják, igen, így kell keresztényként, Isten dicsőítő emberként élni az életünket. Ehhez pedig meg kell látnom a saját kicsinységem. Meg kell látnom a saját erőtlenségemet is. És itt kell hangsúlyoznunk, hogy amiket Jézus ilyenkor mond, vagy ez a példa, amit itt elénk állít ennek a kisgyermeknek a példája, ez az Istennel való dolgokban való összefüggésre utal. Nem feltétlen a hétköznapi, mindennapi dolgokban kell meglátni, hogy én milyen erőtlen vagyok, hogy én milyen kicsiny vagyok, mert ennek bizony súlyos pszichikai következményei lehetnek, hanem az Isten dolgával kapcsolatban kell meglátnom azt, hogy én semmit sem tehetek. Úgy, ahogy az a kisgyerek semmit sem tehetett a maga korában, úgy az Isten dolgaival kapcsolatban én semmit sem tehetek. Én egy fikarcnyit nem tudok előrébb jutni azért, hogy én üdvösségre kerüljek. Egy fikarcnyit nem tudok előrébb jutni azért, hogy az embertársaimmal normálisan tudjak élni, beszélni, gondolkozni, létezni. Lutheri tanítás szerint ez mind-mind a hitből következik. A Krisztuson tájékozódó hitből következik. De ez először is tudatába kell lenni az én tehetetlenségemnek. Annak, hogy én egy az egyben mindenestül az ördögnek vagyok kiszolgáltatva. És ebből a rettenetes dologból, ebből a rettenetes ördögi körből, amiből mindig egyre mélyebbre, csak mélyebbre és mélyebbre tudok jutni, egyedül a Krisztus keresztje tud engem kihúzni. A
ahogy a Kiskátiban mondja, megváltott engem nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával. Ez az! Ez és kizárólag ez az egyetlen dolog, amire ráépíthetem az életemet. Ennek kell lennie az életem középpontjában. És hogyha ez ott van, akkor minden oda kerül, ahol lennie kell. És akkor meglátom azt is, hogy milyen jó, és tulajdonképpen milyen egyszerű az Isten szolgálni. Hogy ez az, ez ad igazi szabadságot az embernek. Ez ad igazi felszabadulást. Hiszen már nem kötnek békjóba a bűnnek a dolgai, hanem felszabadultan tudom tenni a dolgomat. Felszabadultan tudom élni az életemet. Mert azt tudom mondani, hogy a Krisztus engem megváltott, hogy én az Isten megváltott gyermeke vagyok. Valahogy úgy, amikor Luther írja le, hogy egyszer az ördög megkísértette őt, és odavitt hozzá egy irat tekercset, amit így kigurított előtte, és megkérdezte Luther, hogy mi ez? És mondta, hogy hát ezek a bűneid. Messze-messze volt az irat tekercs vége. És azt mondja, hogy csak ennyi. És az ördög elővett még egy pár ilyen irat tekercset, és azt is kigurítgatta. És Luther azt mondja, hogy nem baj. Ez semmi. Mert a Krisztusra építek. És ő mindezt fölvitte a Golgotai keresztre. Ő mindezt jóvá írta, és ez a lista innentől kezdve semmit sem ér. Semmire nem jó. Ez már nem köt minket. A bűnnek ezek a békjói már nem kötnek minket, ha valóban, ha igazán a Krisztus van az életünknek, a szívünknek a középpontjában. És akkor látom, hogy bármi kicsi is legyen, milyen fontos és milyen örömteli az a szolgálat, amire minket a mi Urunk elhívott. És végül azt is meg kell látnom ebbe az alázatos helyzetbe, hogy nincs is más. Csak ő, akiben bízhatom. Hiszen csak ő benne áll helyre az ősi rend. És találja meg az ember az igazi helyét. Teremtés rendjében. Adja Isten, hogy tudjunk így kisgyermekek lenni, akik maximálisan függünk a mi Urunktól, akik rá tudjuk, rá akarják bízni az egész életüket, hogy azután majd nála örvendezhessünk mindörök. Urunk és üdvözítőnk, te tudod, mennyire elégedetlen és aggodalmaskodó a mi szívünk. Láttasd meg velünk, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Erősítsd meg szívünket, hogy mindennél jobban ragaszkodjunk hozzád, és hálával dicsőjünk téged. Amen. Isten igére válaszul, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy 2021-ben az úrvacsora évét éljük. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vegyük magunkkal tarisznyánkban. Szorvány lelkészi szolgálatom idején előfordult, hogy egy vasárnap többször is éltem az úrvacsora szentségével. Lehet ezt komolyan átélni? Kérdezte valaki. Lehet úgy meghitt közösségben lenni egy baráti asztaltársaságban, hogy nem veszek részt a közös örömben? Kérdeztem ilyenkor vissza. Hirdetem testvéreknek, hogy január 6-án Vízkereszt ünnepén is lesz online istentiszteletünk. Délután 5 órától lehet majd a gyülekezet honlapján megnézni az istentiszteletet. Más alkalmat sajnos nem tudok hirdetni, mint az ilyen online alkalmakat, hiszen jelenlegi helyzetünk feloldásáért nyitott közösségi alkalmakat nem tudunk tartani. Ahogy azt már korábban is hirdettük, egyházunk kidolgozott egy elektronikus lehetőséget a persejpénzek befizetésének módjára. A www.persejpénz.hu oldalon található. Ezen az internetes oldalon keresztül az adatvédelmi és pénzügyi biztonsági szempontok maximális tiszteletbe tartása mellett segíthetünk annak a gyülekezetnek, társgyülekezetnek, amelyet az átutaláskor megjelölünk, mind persejpénz, mind adomány, mind pedig egyházfenntartó járulék befizetést meg lehet itt tenni. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézus. Megkezdett énekünk utolsó versét énekeljük. Világosságával,
hogy felismerjük akaratodat, és neked szolgáljunk minden nap. Add, hogy utunk mindig feléd, hazafelé vezessen. Urunk, könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért. Vezesd az erő, a szeretet és a józanság lelkével. Őrizd meg igédhez való hűségben. Add, hogy igédnek ne csak hallgatói, de megtartói legyünk. Erősítsd mindenhol a benned hívő közösségét, a hit és a szeretet egységében. Tedd vonzóvá a látható egyházatok téged még nem ismerők előtt, hogy nyitott szívvel fogadják követeidet. Örökké való Isten, hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusért, akinek a nevében még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd és adjon te néked békesség. Isten tiszteletünk végén a 287-es énekünk első és utolsó versét énekeljük. Erős vár a mi Isten.